Nos, biztos tettünk kedves nézők, még a felvezetők körül sikerült itt kompenzálni a dolgokat. Tehát az első tíz az felcserélődött, és Nemes Zsolt, aki elő fog indulni, utána jön majd Gebei Roland, Molnáron lesz Tóth Zoltán, Szentpéteri Péter, Böröc Már, Horváth Ádám, Szakács Bence és Ferenc Gyongor, majd Gál Dávid. Hát igen, ez a Gál Dávid, aki pont tudja közepén van talán a mezőnynek. Neki kell túlélnie majd az első kanyart, és aztán majd ha tud szépen felfele jönni, hát szerintem mint a szezonok során, mint a közvetítések során, szóval megszokhattuk, akit szokta nézni természetesen, de hát ez mindenhol így van, hogy ilyenkor így a kicsit lassabb pilóták kerülnek elő, és általában akik így közepén indulnak, tehát akik majd az ötödik hely környékén indul, akkor az van az E-pilóta, és azok általában lerajtolják majd az első két sort mondjuk. Tehát az lesz még érdekes ebből a rajt szempontból, főleg, hogy Böröc Már kb. Most ugyanott indul, hisz most hatodik helyen indulok, negyediken indult az első futamon, de hát innen is tud majd a jó rajtot produkálni, főleg, hogy szalálylag, akik előtte vannak, azok jóval lassabbak, mint ő. Kivéve Tóth Zoltán a negyedik helyen, de... Hops! Szakás Bence egy kicsit megkoncolta Böröc Már hátulját! Lehet, hogy valamire figyelmeztetni akarta, mert teljesen közben beszélnek. Konfliktus adódott lehet a két pilóta között. Ki tudja. Rátérünk a interjúba, mert az is lesz majd a futam után. Természetesen ezek az átkozott lámpák még mindig nem gyulladtak ki, valószínűleg még nem álltak benne, viszont most már gyulladnak, megpillantottam a szememmel, és akkor nézzük azt a rajtot. Köszönöm, hogy nagyon jól elrettek a felrajtot, meg is fel fog jönni az első helyre, az fix. Honnan elszakadt, hogy nagyon szépen elrajtolt, és Gebei Roland is érkezik, és Nemes Zsolt talán a negyedik helyre fog visszacsúszni, viszont Nagy a Szentpéteri Péter Aladával az ötödik helyen. Elnézést, hat, de ötödik helyen. És Nemes Zsolt vissza tudott sorolni a harmadik helyre, Nemes Zsolt. És ott viszont HT Ferenci Csongor a nyolcadik helyen, Horváth Ádám mellett van. És ott az előtérben is történnek előzések, de hát mindenhova nem tudunk nézni. Ott Szakás Bence nagyon kamikázia bejön a belsőjében, ezzel pozíciót is nyer, viszont Horváth Ádám visszaesik a 10. helyre, Gál Dávid fejön a 9. helyre. Zuba Péter Ramos, Horváth Ádám mellett a 11. helyen, még visszasorra nézzük, akkor Ferenczi Csongor a 7. helyen, Szakás Bence Ramos külső éven nála. Aj, de merészet fékez ez a Szakás Bence, és még Tóth Zoltán mellé is bepróbálni, viszont ott van előtte Gebei Roland, és ott nagy a káosz, egy kicsikét Gebei Roland kisodródik. És Tóth Zoltán jön faj fel az negyedik helyre, talán most Bonár lesz a negyedik helyen van, de próbál mellé sorolni, de nem sikerült, hanem az ötödik helyen. De próbál megint próbálni, hogy hamarabb tudok bejutni rajta. Szakás Bence, aki most viszont Tóth Zoltán meglepi belsőjéből is feljön az ötödik helyre. Böröc Már, aki most megint úgy, mint futam elején, kicsit elhúz. Most a nagyokat kicsit visszaszorítják a kevésbé jobb pilóták. És talán ez Böröc Már ki tudja majd használni, most Szakás Bence és Tóth Zoltán, akik most be vannak ragadva. Hops, Molnára lesz Ront, és megfogta, nem esett falnak, visszajön a 9. helyre. Nagyon jó, nem tudok, mit nézzük. Szakás Bence a 4. helyen, aki most Szentpéteri Péter mellett van, és gyorsabb. És nézzük akkor azt a külső íves kanyarbevételt, most viszont belsőre fog sorolni Szakács Bence. De még nincs meg neki. Viszont Ferenczi Csongor Tóth Zoltán megelőzés fejön az ötödik helyre. És Gál Dávidot nézzük a hatodik helyen, Tóth Zoltán mellé besorolt külső íven, de hát azért lehet, hogy még jó fognak a gumik, mert azt mondták, hogy már hatodik körnél már nem úgy viselkednek, ahogy kellene. De azért még nem szabad annyira merésnek lenni attól még, hogy van gumi. Álföldig még talán Horváth Ádám megint ez a két páros összetalálkozott. Mert ott van még Tukesis Gergő is, aki most nem kieső szériában van. Itt van a 12. helyen Zuba. Péter is ott van a 13. helyen mögötti háttérbe, Kovács Botond és Tóth István van egymás mellett. Nézzük, Böröc Már egyelőre jó, két másodperc nem is volt előtt.
Szakerbence harmadik, Szentpéteri Péter negyedik, Tózó Dávid Ferenci Zsombor próbálja letolni a pályáról. És nagyon rajta van, Hevesi Gábor elhagyta a futamot, akkor neki ennyi. Gál Dávid akkor még a hetedik helyen még ott van, tehát ez a hármasból megint összeállt. És Tóth Zoltán a belső ívre beteszi, de nem még, nem elég! Ott nem, Tóth Zoltán lőtte meg, a Ferenci Zsombor ráment a fűre, úgyhogy megcsúszott kigyorsításnál, de megfogta, tehát nem lett probléma belőle. Szakács Bence, aki most a harmadik helyen rajta van Nemes Zsolton. Jelzi tudával Nemes Zsoltnak, hogy itt van mögött a centikre, viszont a Gál Dávid a hetedik helyen ott van külső híven. Na nézzük akkor azt a kanyarbevételt. Kicsit összejönnek kétszer is. De nem lett olyan nagy a probléma. Nézzük Szakács Benzit, a harmadik helyen Nemes Zsolt mögött van. Jóval röviden féktávra képes, és nem is sodródik ki. És most ott van Nemes Zsolt még azért. De megvan neki, megvan fejjel a második el, és lehet lesz már kután. És még tartán két-ketten vannak elő, mert azt mondom, hogy futamon is így, vagy csak lesz már kicsúszott. Hát, még Horváth Ádám is elfelejt, aki még nagyon keményen próbálkozik. Elfelejt most próbál minél hamarabb beszólni, mindenhol próbálkozik. De Horváth Ádám jó védje az éveket. Egyelőre most ott nyugisabb a helyzet elő, mint az előző futamon, inkább ez a 11-10 az, ami most nagyon próbálkozik, és Zuba Péter, mert Rukeszis Gergő a 12-13. Helyen szintúzs, hátrébb is 19-18. Helyen is vannak előzési próbálkozások, és aztán most egyelőre egy-egy pörögve a mezőnyt. De talán Szentpéteri Péter Nemes Zsoltra jelentkezik rá fel a harmadik és a negyedik hely. Ajj, Péter nagyon rövid féltávot vesz, így ki is sodródik, de megvan neki. Mennyivel rövidebb féltávot vesz, mint Nemes Zsolt. De most érkezik Nemes Zsolt külsőivel. Ops, ott egy kicsit össze is érnek. Egyelőre marad Péter a harmadik helyen. És ott érkezik rá Ferenci Csongor, na ez lesz még szép, hogy Csongort mennyire tartják fel, hogy Tózottan ki tudja használni a Gál Dávid ezt a hely szituációt. És ott Ferenci Csongor nagyon keményen bejön belsőbe, sőt Nemes Zsoltot egy kicsit meg is tolja. De a fekete autóból csak úgy dúl az agresszivitás. Belső íven beteszi, és megvan neki. Nincs, Nemes Zsolt jobb az egyenesbe most, viszont Tóth Zoltán is érkezik szélhányékba Ferenci Csongor mellé, és fel fog menni mellett, és őt Nemes Zsolt is bepróbálkozik. És ott jön Gál Dávid rövidebb féktávval Ferenci Csongorra, viszont Ferenci Csongor most külső íven fog próbálkozni, beteszi belső íven az aptót, és Nemes Zsoltot meg fogja előzni. Így is van fejön az ötödik helyre, viszont Nemes Zsolt is ott van még most mellette, egyszerre jobb a kigyorsítása, és visszaszerzi az ötödik helyet, viszont Gál Dávid is megérkezett Ferenci Csongorra, és közben Varga Norbert elhagyta a futamot. De visszatérve a fiúkra. Nemesi Zsolt most belső híven lesz, és kisodródik Ferenci Csongor, és ott jön Gál Dávid külső híven, összeérnek, a kicsit agresszívan, de megtartott a hatodik helyet. És ott van a kamikáza akció Ferenci Csongorton, nagyon helyesen betámadt belsőben, de ő járta meg rosszabbul. Keresztdálc itt az autó, és Gebei Roland is elment mellette. És így Gebei Roland felült a hetedik helyre, de viszont most a hatodik helyen Gál Dávid próbálja előzni majd Nemes Zsoltot belső íven. Be is rakja az autót. De Nemes Zsolt visszajön külső ívről. Kicsit
leküldi a pályáról Gál Dávidot. És Ferenczi Csongor próbálja kihasználni ezt a pillanatot, de nem volt még elég közel. Viszont Gebén Roland is ott kicsit keresztbe akar állni, és visszaesik a 9. helyre, Molnár Alexandra fel a 8. helyre. Örösz Márker is stabilan a első, mellett a Szakály Ferenc, majd Szentpéteri Péter, ami meglepetés a 3. helyen. Tozotán most szintén 4. Emel Zsolt 5, Gál Dávid 6, Ferenc Csongor 7 és Molnár Alex 8, Gebén Roland 9, Horváth Ádám 10. Na nézzük Gál Dávidot, a 6. helyen érkezik mennyire az egyenesben Nemes Zsoltra ugyanúgy, ahogy az előző körben, de most ez már sokkal lazábban megvan. És ott Molnár Alexa szenved, Ferenczi Csongor a 8. helyen. De jó védte Molnár Alexa belsőjének, így nem tudott már mit csinálni Ferenczi Csongor. Csongor most külső ívről érkezik belső ívre. Ajj, Alexa jön, hogy keres balperálni. És segít Gebei Roland. Harmadik ember ki. A 9. Ennek ott a féktámok kemény a füstölnek a gumik. És meg így kereszt. Megint megfogtam, viszont most már Horváth Ádám is megérkezik a 10. helyen. És... Nem. Ferenczi Csongor most belsőjére fog húzódni, nem tudom mit csinál, viszont Gebén Roland érkezik Molnár Alexra. Ugyanígy Ádám Rolandra. És gyorsabb Ádám Rolandnál. Na nézzük azt a belső ívet. Ahogy ez a két Lightgreen híres autó nagyon keresztbe akar állni mindkettő. Holvált Ádám belső ívben a kigyorsítást kell nagyon eltalálni, de nem sikerül neki. És Geberről megint olyan keresztbe akar állni, hát hihetetlen. Nagyon szépen megfogja mindig, de ott a veszély a kicsúszásnak nagyon. Ladával mennek, hát nem tudom annyira, amit nem láttam. Kicsúszkál, mennyire csúszkálósak a ladá. Gebérről egy kicsit lesodolódott Horváth Ádám most elmegy mellette a 9. helyen. Érdemes megnézni Böröznák autójának a hátját, ez az Exceed kis felirat szépen be van horkadva, meg a kikifogó is elég csúnyán. Tomó Csakát Bence kis manőverének köszönhető a rajtnál. Nézzük a 4.-5. helyet, Gál Dávid most, aki próbálkozik Tóth Zoltánnál. Érkezik, belső íven, de még messze van. Hoppá, egy kicsit összeütközik Tóth Zoltánnal, de lenne belőle nagyobb probléma. Szörnyi Zoltán meg is tartotta a 4. helyét. Ezt a fél távot elhagytuk. És nem tud vele egyelőre mit kezdeni. Hoppá, hajtasd bele a 20. helyen, motorháztető nélkül. Nem kis falat fogható, sőt, be is ragadt a shoulderba már egy jó ideje.
És külön Szentpéteri Péter felhozta Szakács Bencét a harmadik helyet. Olyan halkok ezek a ladák, hihetetlen. Tizenegy helyen Geber Roland áll fölük még, akik nagyon egybe vannak. És Gebei, ahogy nagyon próbálkozik versenyt, nincs hely. Hát 2-3, ami most talán úgy. Nézzük 4-5-re, Dávid még mindig nem sikerült megelőzni a Zolit, de próbálkozik, nem adja fel. Szerintem Zoli nagyon jól védekezik, ha bár lehet, hogy csak itt most kellett oda kapcsolnom. Kicsit agresszív van egy apró lökéssel, de sikerült végre megelőzni a Tóth Zoltán, és feljött a negyedik helyre. Most kérdéses, hogy Tóth Zoltán vissza tud-e támadni. Még a 11-10. Helyen Geber Roland is áll felék. Geber Roland érkezik külsőjével. És aránylag egyenlő féltávat veszek, ha már mint egy kicsit lesodródnának. De nem. Viszont Geber Rolandnak nem sikerült még megelőzni Áfeliket. Akadt az előtérbe, Molnárra lesz lesodródik. 9. helyen. Tóth Zoltán nem nagyon tud Gál Dávidra ráérkezni, szóval szerintem az előző 5. helyen. Molnárra lesz megint lecsúszni egy kicsit a 9. helyen, ugyanott. Azt néztem, hogy ezzel Börösz már sokat fog hozni, hisz alig van pontja a 11. helyen. De az előző 3. helyével is, ha most így halad, akkor az első helyére jó sok pontot fog szerezni. A Neves Zsolt és Horváth Ádám a 7-8. Helyen. Tekintjük egy kicsit őket. Tehát ha most így végződik, tehát Börösz Márk az első helyen, akkor azt mondja, hogy 40 pontot fog szerezni. És azzal lesz 45 pontja, ha jól láttam.
kurvába rengeteg embert kell megnézni, de az biztos, hogy fel fog jönni. Szakály Benz is most ugye a 6. jelenel pont versenyben ő is fel fog jönni, az biztos. Holvárt Ádám a 3. jelenel fog visszábesni. Rónai Tamás a 4. jelenel, nem is láttam, tehát ő nulláz. Nemes Zsolt még talán a 7. helyen, bár ő lehet, hogy maradni fog. Progressis Gergő, Hevesi Gábor és Zuba Péter még aki vissza fog esni pozíciót. És Böresz már fixen elejük kerül. De nézzük a 3. második helyet is, hisz Szentpéteri Péter fenyíti Szakás Bencét. Nagyon merész próbálkozásokat tett, hisz belső híven majdnem beszúrt. És utolsó körben vannak, tehát Szakás Bence most már nagyon oda kell figyelnie. Próbálja külsejére zárni az autót, de ez lehet rossz ötlet volt. De így is megvan még az a második hely. Két tizedre van tőle Péter. Összeütköznek, ez belefér. Jó bent a Szakás Bence autó, egyre nem talál részt Péter rajta. Muszáj lesz utolsó körbe, hogy fél kör van hátra. Hát ez is ilyen most vagy soha. Na most külső ível! Összeütkeznek mindketten sodródnak, mindketten meg is fogták, Szakás Bence is marad a második helyen, és azt hiszem már kanyar választ most már csak el a célegyenestől, tehát most már tényleg apai anyai. És most gyorsabb az egyenestő Péter, próbál kicsit jobbra zárni, hogy Szakás Bence minél kevesebb helyet hagyva Péternek. És megvan, elé tud vágni, kicsit agresszívan elé tudott vágni. Most érkezik a célegyenes utolsó kanyar, rávezető kanyarra, és megvan neki a második hely. Szentpéteri Péter pedig 3. volt, Jöng Ádám, 4. Rózs Zoltán 5. és persze Böres Frank nyerte meg. Ferenci Csongor 6. volt, Jöng Nemesi Zsolt 7. Horváth Ádám 8. Gebei Roland 9. Áferi 10. mögötte nagyon szorosan Molnár Alex 11. Turgesis Gergő 12, Tóth István is érkezik, és talán a 14. 15. hely Kovács Botond és Hajósi László. Még ott nagyon egyben voltak az utóbbi kanyarba, de Kovács Botond a 14. hely, Hajósi László 15, Lukács Miklós 16, Kis Csaba 17. helyen érkezik, Kors Dávid majd hamarosan 18, és a többiek már kiesők, ha bár így van, többiek már kiesők. Tehát László Favrécsi 19-én ezek már kiesők, Bajgas Ben 20, Zuba Péter 21, Varga Norbert 22, Hevesi Gábor 23, Ruben Szent 24. Nos, tehát ez volt az izgalmas bűnői futam, és ne menjenek el kedves nézők, hisz egy-két perc és érkezik az interjúk, ami mégis, ha minden igaz, az első háromban, bár nem tudom, hogy Szentpéteri Péter jelen lesz, de Márki Szakás Bence biztos, tehát pár perc és érkezik vissza az interjúval.
kezelébe érik a néma jutalom. Ezen a kétség gyűlt a tájon, meglepő most a nyugalom. Sok semmit mondó arcon közként terjed a fáradt unalom. Tévedjek az utamon, egyszerű uralkodni elszédített gondolatukon. Tudom a hangtalanság hangja halkan visszancik most a falakon. S a részeg álmok oltárán elvérzik lassan a bizalom. Minden évben újra és újra kibírul. Most kedves nézők, nem is kellett pár perc, hisz azonnal itt is vagyunk az interjúval, és megérkeztek a dobogósok hozzánk. Sziasztok! Hello! Hello! Nos, hát akkor kezdjük az első futammal, ketté választjuk az interjút, és akkor első, második futam. Első futam, első helyezettje Szakács Bence. Nos, hát te az elején csatáztál sokat, aztán végigvezettél. Ott az elején esetleg találtál el valami taktikát, vagy valami tervet, hogy előre kerülj, vagy csak improvizáltál? Hát annyit tudtam, hogy a BMW az el fog kopni. Azt már csak várni kellett, hogy mikor lesz elég elkopva annyira, hogy el lehessen menni. Azt meg, hogy a rajtnál mi volt, azt meg nem tudom. Na, Honda olyan rosszul rajta, hogy az esélytelen. Hát ott Görös már elég szépen kicsúszott az első futamon, azt láttam. Persze, mellette csak köszi. Honda volt. De aztán visszaosztatál csak, hogy ne legyél szomorú, és még hozzá... Ott még boldog is lehettél, akkor már Márkot kérdezem, igaz, most Dávidot átugrottunk, de most nem baj, vannak ilyen dolgok. Hogy neked ott volt egy apró mázitis, Ferenci Csongor és Tóth Zoltán összeütköztek, na most akkor ott biztos előtt a pici fejed, és akkor hogy ott mit éreztél, illetve hogy gondoltad-e, hogy így fog-e történni a futam? Nem, én már az ötödik helynek is örültem ezzel a szarkocsival, mert ezzel nem lehet menni amúgy. Szóval az nekem egy győzelem volt kávé, de az, hogy a Csongor meg a Zoli ennyire feltartotta egymást, az utolsó 3-4 körben simán visszajöttem rájuk, 2 másodperc hátrányból, aztán ők még kicsit összeütköztek, és utána elmentem mindkettőjük mellett, egyszerre kávé, és így bejöttem harmadiknak. Jó futam volt. Még nyerhettem volna, de szakát sokkal gyorsabb. És a kicsúszásod saját hibádból történt, vagy kicsit? Az a gumi elfogyott, aztán kicsit rátettem a rázon, nem kellett volna, és rögtön megpörögtem. Értem. És akkor itt van közöttünk Gál Dávid, aki elég ritkán volt interjú, sőt szerintem az első interjú, amit én csinálok, ugye, veled? Igen. Akkor... Bőbeszédről, gyere! Így van. Nem, ritka az ilyen, mert tudom, milyen az emlékezetem. Nos, hát neked az első futam második helye jutott, neked viszont abszolút végig csatáztál, tehát neked nem volt egy könnyű futamod. Összetudnál egy kicsit röviden foglalni. Hát minden a rajtól kezdődött, hát az a sok várakozás nem segített, teljesen visszahűltek a gumik, a fékek, minden. Hát az első két kör az borzalmas volt, mert nem tudtam védekezni se, annyira nem tapadt az autó, és utána próbáltam felzárkózni, egy kicsit agresszívabban, utána nem tudom, bár talán Molnár Alex mellé bebújtam, ki akartam fékezni, azt egyszer csak rám húzta. Jól van, mondom. És utána beladtam, amit csak tudok. És a végére elfogyott a gumi, ahogy szokás szerint. És ennyi. De hát abszolút egy jó futamot zártál szerintem, illetve nem volt unalmas futam. Igen, szerintem jó futam volt az ütközésen kívül, meg az első két körön kívül. Hát igen, hát ez mindig benne van. Nos, hát akkor térjünk át a második futamra. Hát viszont azt már te nyerted. Hát neked szerintem nem volt olyan nagy izgalom. Dehogy nem. Elmondom én neked, mi történt. Na mondjam. Ez a győzelem, ez a
hogy hívnak, én Szakács Bencének köszönhetően, mert ő feltartotta mögöttem a Szentpéteri. Egy csapatutasítás volt, és nagyon jól megcsinálta. Én kértem, hogy tartsa fel, és ő feltartotta. Egy ideig ő azt mondta, hogy megelőd, aztán egyszer kicsúszott a sóderbe, igaz? Úgy volt? Utána mondtad, inkább feltartod a Szentpéterit, és így elbírtam menni. De az lehetett látni, csak hogy... egy kifogás, hogy drága Szakács Bence piszok lassú volt? Nem lehetett látni. Elsősorban 0-8-as köröket jöttek, én 10 alálibra bemenni, de ők meg 11-eket jöttek mögöttem, szóval nagyon lemaradtak. Szerencsém volt. Hogy ilyen a csapattárs, mi? Igen, igen. Igen. Nos, hát akkor visszatérve Szakács Bencére, aki a második helyre jutott, hát akkor te egy abszolút egy híró vagy ebbe a futamba. Superman. Így van, egy Szentpéteri Péter ifjoncot felsikerült tartanod, hát mesélj esetleg, volt egy bizonyos taktika a feltartására, vagy csak menj elé, az majd lesz valami. Dehogy, hát úgy volt, hogy akkor hagyj menjen, örüljön, ha nyer. Én megpróbáltam, amit tudtam, az kész volt. Bevetettem a vezetési technikám csúcsát. Ó, szuper ember. Ó, hát akkor... Már és a borítókép. És akkor... Szentpéteri Péter, aki nem jutott el hozzánk, ugye? Ő élet a harmadik helyet neki. Nyilatkozok én helyette. Én még így előre gratulálok neki, akkor hallgassuk Szakács Bencét. Jó futam volt a végén, feltartottak, amúgy jó futam volt. Értem. Szép volt, többet nem jó. Na, most azért vegyük komolyra kicsit a dolgokat, tehát akkor ez volt a két futam interjú, és akkor legközelebb is még találkozunk a VTCC közvetítéssel, most már akkor az egész szezon végig fogjuk tolni. És akkor reméljük a kedves nézők is tovább fognak velünk tartani a legközelebbi közvetítésünkkel, hát akkor én búcsúzok, és akkor találkozok legközelebb. Ja, meg hogy... Vasárnap. Igen. Tudjátok milyen vagyok, én a VTCC-re koncentrál, tehát VTCC-nél legközelebb találkoznak velem, Formegynél meg persze vasárnap lesz, de hát ezt Holadádámmal. A műsor újságnál ezt meg lehet nézni, ugye? Mikor lesznek a közvetítések, de akkor vasárnap Formegy első osztály Horváth Ádám kollégámmal. Az abszolút izgalmas futam lesz szerintem az is, tehát arról se érdemes nem maradni. Nos, akkor szerintem ez ennyi. Vagy esetleg egy plusz információ, mivel nem tudok. Szerintem nincs. Nem. Többet nem jövök. Igen. Fábia. Nos, kedves nézők, akkor búcsúzunk. Legközelebb akkor vasárnap Forma 1-jel találkozunk a viszontlátásra.